sziasztok! Ez az első napunk itt Rómába. Tegnap elég hosszú napunk volt. Olyan 10 órára értünk ide. Megálltunk Bolognában, még próbáltunk enni, de hát minden zárva volt. Persze sziasztó idő volt, úgyhogy a Burger King-be eltünk. Itt az olaszoknál, hát igen, tipikus. És most már kértünk térképeket, minden nálunk van, úgyhogy indulás lassan Róma belvárosába. Kettő kérdés, mikor jön és hol lehet jegyet venni? Megérkeztünk a spanyol lépcsőhöz, ezt úgy nevezik a Spanya, itt kell leszállni a metróról. Ez az Európa leghosszabb és legszélesebb lépcsője, egészen lenyűgöző monumentális látványt ad. Sok fiatal és helyi is kedveli ezt a helyet, itt ücsörögni és beszélgetni, órák hosszat lehet itt eltölteni. Azért nevezik spanyol lépcsőnek, mivel itt a spanyol konzum, de lehetne is ez egy francia lépcső, mivel egy francia diplomata 20 000 scudit, tehát egy elég nagy összegű adományt adományozott ahhoz, hogy felépítessék ezt a gyönyörű és lenyűgöző látványú lépcsőt. Maybe I'm going crazy, say you feel the same, now that we're dancing, I'm taking my chances, I'm going like 1, 2, 3, 4. Indulás tovább, mivel nagyon nagy a hőség, 40 fok van, úgyhogy nem bírjuk a napon, keressünk egy kis árnyékos részt. On the floor, 5, 6, 7, 8, ready for that heartbreak, I missed ya. Give me that kiss now. I just wanna hold you close to me. I really like you. Do you like me? Don't you wanna see what this could be? Sziasztok, megérkeztünk a Pantheonhoz. A Pantheon az egyik legjobban megmaradt ókori római műemlék, és valószínűleg korábban a legépebben megmaradt épület is. Itt a római Pantheon. Maybe I am going crazy. Say you feel the same now that we dancing. Második Emmanuel Victorio, itt nyugszik, aki első királya volt Olaszországnak. Valamint itt nyugszik még Raffaello is, és még több másik művész is. Looking at you while you're on the floor. 5, 6, 7, 8. Ready for that heartbreak. Heartbreak. Megérkeztünk ide a világ legnagyobb és leghíresebb szökőkútjához, a Trevi kúthoz. Mivel sokan dobnak naponta a hátuk mögé pénzt, hiedelem szerint, ha ezt megteszed, akkor ide visszatérsz Rómába. Ezért naponta több mint 3000 eurót gyűjtenek össze, mert persze az ügyes tolvajok mágnessel valahogy, annak ellenére, hogy itt mindenhol rendőr áll és fütyül, hogyha te leülsz vagy bármit csinálsz a kút mentén. Lenyűgöző látvány, 26 méter magas és 49 méter széles, Róma legnagyobb szökőkútja. Where you go, I follow. Let's go out and dance the night away. I am ready for that heartbreak. That's usually how it goes. I have done a million mistakes before. Maybe I am going crazy. Say you feel the same now that we're dancing. Egy fontos szabály van.
hogyha Olaszországban jártok, és egy eszpresszót szeretnétek érni, vagy valami kávét, akkor inkább álljatok a bárnál és ígyátok meg úgy, mivel ha leültök egy asztalhoz, már rögtön fizettek szervizdíjat és stb. És talán még a dupláját is fizethetitek. Úgyhogy inkább állva ígyátok. Ez az igazi kávé. Megérkeztünk a Piazza Navona, hát térhez igazából. Korábban a város egyik legkedveltebb piaca működött itt, és régebben hajócsatákat is rendeztek itt, ami elég furcsa, mivel itt nincsen sehol, úgymond persze a közelben van egy folyó, de itt nincsen, de elárasztották ezt a teret vízzel, és valahogy hajócsatákat nem tudom elképzelni. A tér ovális alakzatot vesz fel, mivel régebben kocsi csatákat és rendezvényeket szerveztek itt. Tér közepén található egy hatalmas szökőkút, igazából három szökőkút van, és a tér közepén található Gian Lorenzo, Verini egyik lemezfűve, ami négy folyót ábrázol, a Ganges, a Dunát, a Rio de Plata-t és a Nírost.